Ismét a Twist Olivér című musical szerepelt a Bartók Kamaraszínház vasárnapi programjában. Az előadást most is sikerrel játszották, ám különlegességét az emelte még jobban, hogy ekkor tárták a közönség elé a musical slágereiből készült CD-t. Mint a Csadi Zoltán, a darab rendezője elmondta, a hanganyag felvételére, elkészültére az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyújtott támogatást. Az egész CD-nek az ötlete az onnan adódott, hogy nagyon nagy a közönség sikere ennek az előadásnak, és nagyon sokan jelezték vissza a nézők közül, hogy ők mennyire szívesen szeretnék ezt az előadást otthon is meghallgatni, a zenei anyagát magukkal vinni, hogy ez milyen jó lenne, hogyha ezt lehetne kocsiban otthon hallgatni ezeket a dalokat. És tulajdonképpen már ez az ötlet megfogalmazódott bennem az alkotótársakkal, amikor mi készítettük ezt az előadást, de ezek a plusz visszajelzések a nézők részéről csak még inkább megerősítették bennem azt, hogy akkor ezt meg kell csinálni. Ilyen hosszú folyamat volt ez. Tulajdonképpen a nyár folyamán kezdtük el rögzíteni a hanganyagokat budapesti nagy stúdiókban, ahol készülnek külön ilyen hangfelvételek, zenei felvételek, és hát egy fél éves folyamat volt ez, amíg kézbe lehetett fogni az elkészült CD-t. A felvételek még a nyáron készültek, amely a csapat minden tagja számára nagy élményt jelentett. Hát nagyon izgalmas volt, mert ugye egy nem mindennapi helyzetbe csöppentünk bele. Jó magam is, én sem csináltam még ilyesmit, hogy végig menedzseltem volna egy CD felvétel elkészítését. És hát maga az, hogy a Pannónia filmstúdióba bejuthat az ember, és ami egy intézmény, ami történelmi szempontból is nagyon sok filmet forgattak, ott szinkronokat készítettek, zenei fel, tehát egy legendás hely és intézmény, hogy ebbe a legendás helybe be lehet lépni, és ott lehet dolgozni. Ez egy nagyon nagy élmény volt, és hogy egy nagy stúdióban, ahol egyébként előtte világsztárok énekeltek fel zenei anyagokat, dalokat vettek fel, világsztár zenészekkel hangfelvételeket, zenei felvételeket, következő pillanatban pedig mi a gyerekekkel együtt ott voltunk, és készítettük el a felvételeket, illetve a színészekkel együtt. Szóval egy különleges helyzet volt, és nagyon élvezte mindenki. Nagyon koncentráltan és pontosan dolgozott, mert hogy ez egy nagy követelmény volt, ugye. Ez nem egy, tulajdonképpen nem egy olcsó dolog, és ilyen szempontból az idő az egy fontos faktor volt, hogy nagyon pontosan tudjunk, jól dolgozzunk, mert minden egyes csúszás az ugye generálja plusz perceket, amik hát komoly pénzekbe kerülnek, úgyhogy, de szerencsére erre nem volt példa, mindenki nagyon pontosan, koncentráltan dolgozott, és a végeredményt az pedig a nézők kezükbe foghatják, már hallhatják róla, hogy milyen is lett ez az anyag. Én a magam részéről nagyon elégedett vagyok vele. A Twist Olivért a sikerre való tekintettel folyamatosan játsszák a Bartókban, minden hónapban egyszer műsorra tűzik. Ugye megjelent decemberre a CD, a karácsonyi ünnepkör előtt akartunk kijönni vele, és ez megjelent decemberben, és azóta minden előadás után tartunk egy dedikálást. Szóval volt decemberben is, a decemberi előadás után, januárban is, most van dedikálás, és lesz a következő hónapokban is. A hanganyagot a Színházi Jegypénztárában értékesítik, dedikálásra pedig minden Twist Olivér előadás után lehetőség van.